A 20. századi erdélyi arisztokrácia egyik meghatározó alakja gróf Banffy Miklós volt. Igazi reneszánsz ember, művész, politikus, mecénás. Felesége Váradi Aranka, a Budapesti Nemzeti Színház ünnepelt színésznője. Egy gyermekük született, Banffy Katalin. Én imádtam a szüleimet, mind a kettőt. Azt hittem, én már kora gyerekkoromtól fogva kiváló embereknek tartottam őket, még azelőtt, mielőtt bárki is dicsérte volna őket. Csodáltam apámat, csodáltam anyámat, nagyon szerettem őket, és kiváló szülők voltak. Íme a Banffy család birtoka, Boncida. A kastélyt az erdélyi Versailles-nak nevezték. Katalin gyermekkorát itt, valamint Budapesten és Visegrádon töltötte. A II. Világháború óta nem tért vissza Boncidára. Az igazi otthonom az Boncida volt. A boncidai kastélyt a II. Világháborúban kifosztották és felgyújtották a németek. A hosszú és lassú lepusztulás után az épületet pár éve kezdte el felújítani a Transylvania Trust alapítvány. Közben gróf Banffy Miklós utódait a világ három kontinensére sodorta a szél. Mennyire fontosak nekik a gyökereik? Ennek járunk utána Marokkóban, Párizsban, Budapesten és Kolozsváron. De kezdjük a történetet a legelején. Banffy Miklós tékozlói fiúkora. Kártyázott, párbajozott, váltót hamisított. A családi ítélőszék egy évre száműzte az ősi birtokról. Aztán megkomolyodott. Bár Székely Bertalan mindenáron festőt akart nevelni belőle, de ő valószínűleg családi nyomásra inkább a politikát választotta. Később a Nemzeti Színház és a Budapesti Operaház intendánsa, díszlet és jelmeztervező, Bartók támogatója, IV. Károly és Zita királyné budapesti koronázási ceremóniájának rendezője. A Bethlen kormány első külügyminisztere. Ő vezényelte le a soproni népszavazást, magyar hadifoglyokat hozott haza. Azután színházi rendező és grafikus, mecénás és irodalomszervező, az erdélyi Helikon főszerkesztője, az erdélyi Szépművesztély támogatója, Tamás Járon műveinek illusztrátora, Kolozsvár megmentője, egy grófiág utolsó férfi tagja, és persze főként és elsősorban író, nagyíró. Romsics Ignác történésszel azért találkozom, hogy megkérjem, értékelje főhősünk politikai szerepvállalását. Banffy Miklós temérdek dologgal foglalkozott élete során, de nagyon sokan reneszánsz alkotónak tartják. Ön, mint történész, hogyan ítéli meg az ő szerepét? Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy egy reneszánsz egyéniség volt, mert annak ellenére, hogy Állam és Jogtudományi Egyetemen végzett Kolozsvárt, az élete további részében kipróbálta magát úgyis, mint állami tisztviselő, főispán, úgyis, mint az operaház intendánsa, tehát kulturális menedzser, úgyis, mint író, drámaíró, úgyis, mint irodalomszervező, és hát amivel én leginkább foglalkoztam, úgyis, mint politikus. Az 1921 áprilisától 22 végéig tartó másfél évben ő volt Magyarország külügyminisztere, és így a Trianon utáni helyzet konszolidálásában már meghatározó szerepet játszott, de később is, amikor 1926-tól Erdélyben él ismét, akkor ott nem csak az irodalmi életet szervezi, hanem az irodalmi élettel párhuzamosan a politikai életbe is bekapcsolódik, különösképpen 1939-től, amikor az egyetlen engedélyezett magyar politikai szervezet a népközösségnek a vezetője lesz, és 1942-43-ban a magyar kormánnyal összhangban kísérletet tesz arra, hogy Románia és Magyarország együtt ugorjon ki a háborúból, mielőtt az orosz hadsereg ideérne, a kísérlete nem sikerül. 1945 után ott van Kolozsvárot, úgy tudom, hogy a politikai életben akkor már nem igen vesz részt, ami nem is csoda, életkora és a helyzet miatt. Inkább a kulturális, illetve a színház újraindításába próbál bekapcsolódni, de nagyon súlyos anyagi gondok gyötrik, és néhány év után a román hatóságok kiengedik Budapestre. Most pedig eredjünk az utódok nyomába. Banffy Miklós lánya egy felvidéki származású amerikai tiszthez ment feleségül 1946-ban Budapesten. Az ifjú férjet Ted jelent, később Marokkóba helyezték, felesége természetesen elkísérte. Katalin keserűen hagyta el szülőföldjét, elhatározta, hogy soha nem néz vissza. Új földrészen új életet kezd. Szüleivel levélben tartotta a kapcsolatot, azóta is erekjeként őrzi édesapja intelmeit.
fő, hogy jónak kell lenni. Higgye el, nagy megnyugvás magunknak, ha tudjuk, hogy jók voltunk. Talán az egyetlen megnyugvás, ha ebben bizonyosak vagyunk. Az utólagos önvád a legmardosabb fájdalom. És most búcsúzom magától. Az Isten áldja meg és vezérelje. Édesapja 1950-ben halt meg. Katalin édesanyja kiköltözött lányához Marokkóba. Katalinnak és Tednek 3 gyermeke született. Az unokák, akiket Banffy Miklós a nagyapa, már nem láthatott. Elizabeth, Nicolette és David. A gyerekek már nem tanultak meg magyarul. Azért nem is tanítattam a gyerekeimet magyarul, mert nem hittem soha, hogy visszamegyünk Magyarországra. Itt beszéltek a személyzettel spanyolul, az iskolába franciául, a férjemmel otthon angolul, azok a kis csöpségek már 3 nyelvet beszéltek össze-vissza, úgyhogy még magyarul is túl sok lett volna, és én akkor azt hittem, fölösleges. Mi azt hittük, hogy a kommunizmus örökké fog tartani ott. Sokat meséltem, hogy Magyarországról, életemről, hogy jutottam ide, de mindez nem volt elég, és nagy meglepetésemre, amikor visszamentünk látogatni Magyarországra, azt mondták, most végre megismerjük Magyarországot, hogy onnét valók vagyunk, ott van a mi gyökerünk. És ez nagyon meglepett engem, mert erre én nem gondoltam soha. Budapesten találkozunk Katalin egyik lányával, Nicolettel, férjével és egyik fiúkkal, az operában. Ott, ahol egykor a nagyapa volt intendáns. A család New Yorkban él, de évente többször is Budapestre látogatnak. Pour moi, c'était une très grande émotion la première fois que je suis venue ici parce que ma mère évidemment nous parlait toujours de l'opéra. On est allé dans la loge du directeur qu'on nous a gracieusement offerte et donc on était à l'endroit où mon grand-père était, on s'est assis là où il s'asseyait. Et ma mère nous disait toujours qu'il allait fumer ses cigarettes là-bas dans le fumoir. Donc on est allé là faire ça. Et c'est magnifique. À chaque fois que nous venons à Budapest, ma mère et ma sœur et moi et ma famille, nous venons tous les jours à l'opéra. On adore l'opéra. Notre grand-père était toujours présent à notre esprit parce qu'elle nous racontait toujours des choses très amusantes qu'il avait fait ou des choses intéressantes. Et curieusement, nous sommes tous des artistes dans la famille. J'aime dire cette métaphore que nous sommes comme un grand miroir qui est brisé et nous sommes des fragments de ce grand miroir. Je suis artiste peintre, mon frère était écrivain. Et ma sœur est aussi artiste, elle est décoratrice. Donc je trouve qu'on a chacun pris une partie des attributs de notre grand-père. Nicolette minden Banffy emléket megmutat családjának. Itt éppen az operaház igazgató irodáját nézik meg. Alors, quel bel endroit. Oui. C'est très beau d'être venu là et d'être à son bureau. Voilà. Et c'est la même chaise. Et c'est la même chaise, incroyable. Exactement. Fantastique. Je ne vais pas m'asseoir là. Mais pourquoi? Pourquoi alors, oui. Et tu peux signer les contrats. Oui, un de mes fils veut devenir directeur d'opéra. Donc peut-être qu'un jour il le sera. A külügyminisztériumban a könyvtár vezetője Banffy relikviákkal várja az unokát. A genfi békekonferencia résztvevőiről készült karikatúrákat Banffy Miklós rajzolta, aki maga is hivatalos delegátként tárgyalt a helyszínen. Nicolette elérzékenyül, amikor kézbe veszi nagyapja hazatelepülési engedélyét. Az író a II. Világháború után évekre családja nélkül az újra Romániához került Erdélyben rekedt.
Birtokait elvesztette, írt és éhezett. Végül ezzel az irattal engedték haza a csontsoványra fogyott grófot Budapestre, feleségéhez, akinek féltő gondoskodása ellenére sem tudott felépülni, és pár hónap múlva meghalt. Nicolette és férje a New York Choral Society kórus támogatói. Az énekkarral érkeztek Budapestre. A kórus évente többször szerepel a Carnegie Hallban, és két évente turnéznak. Nicolette közép-európai körutat szervezett az énekkarnak. Budapesten a Mátyás templomban lépnek fel, telt ház előtt. A Banffy unokának ez a helyszín is különleges. The most beautiful church of Europe, in my opinion. It has a special personal significance for me, since in 1916 my grandfather Banffy Miklós organized the coronation of King Karl. And so it's a very special occasion for me. Petőfi Irodalmi Múzeumba tartok, ahol Banffy grófnővel találkozom. Katalin naplójából könyv született, ennek bemutatójára hazarepült Marokkóból. Az emlékírói vénát természetesen az édesapjától örökölte. Keserédes történetének címe Ének az életből. A könyvet először Kolozsváron adták ki. A mű egyik főszereplője a papája. Őneki köszönhetjük, hogy Kolozsvár megmenekült az orosz bombázások elől. De ebből mi nem nagyon sokat észleltünk otthon, csak azt, hogy nagyon sokat volt Bukarestben, és beszélt a bukaresti elnökkel, aztán visszajött Hortival is tárgyalt. Budapestet nem sikerült neki megmentenie, de Kolozsvárt igen. Tíz éves voltam, amikor segítettem apámnak gépelni. Írt, és nagyon szorgalmasan. Annyira, hogy írógörcsöt is kapott. Akkor még kézzel írt, és olyan vastag dugókon, a dugón át volt szúrva a ceruza, úgyhogy nem kellett így összepréselje az ujjait, hanem nyitva maradhatott. Katalin szerette volna, ha a magyarul nem beszélő gyermekei is megismerhetik nagyapjuk főművét, az erdélyi történetet. Ezért nekiállt, hogy lefordítsa angolra az 1740 oldalas regény trilógiát. 8 évig tartott a munka. Marokkóban remek alkotótársat talált Patrick Thursfield személyében. Azt akartam, hogy tudják, hogy milyen nagy ember az ő nagyapjuk, és ezért fordítottam le a trilógiát. Soha nem gondoltam arra, hogy ez irodalmi siker lesz, hanem azt akartam, hogy ők ismerjék meg a könyve által, hogy milyen ember volt. És a sikerült is, azt hiszem. Az angol verzió sikerének köszönhető, hogy azóta közel tucatnyi egyéb nyelven is kiadták az erdélyi történetet. Ez már Kolozsvár, a regény folyam egyik fő helyszíne, és íme a városi családi fészek, a toldalagi korda palota a Király utcában. Itt töltötte magányosan és elszegényedve utolsó éveit Banffy Miklós. Unokája Nicolette, férjének és ezúttal másik fiának mesél az ő erdélyi történetükről. C'est une grande émotion pour moi d'être ici et d'être en Transylvanie. La première fois que je suis venue à Kolozsvár, j'ai ressenti une impression extraordinaire, comme si je connaissais cette ville, c'était très familier. Et je comprenais les rues et je me sentais tout à fait chez moi, en fait. Tovább sétálunk a Király utcán, a helyi francia intézetnek is otthont adó ház udvarában megtaláljuk a boncidai kastély egykori szobrait.
Quand est-ce que vous étiez là pour la première fois? La première fois en 2004. Je suis venue ici pour la signature du livre de ma mère, des mémoires de ma mère, qui ont été publiées en 2004 et elle était là avec moi. Mais elle ne veut pas venir à Bonsida. Elle veut garder le souvenir de Rian et de la beauté de Bonsida quand elle était jeune. Donc elle ne veut pas voir comme ça a été détruit. Elle a dit toujours que ça lui briserait le cœur. Megérkezik a másik Banffy unoka, Elizabeth is. Quand je viens dans cette ville, chaque façade que je vois, c'est une grande émotion parce que c'est grâce à lui en fait que ça a été préservé. Par exemple, à la cathédrale, on voit les vitraux sont intacts, tout est intact, c'est magnifique. J'ai même envie de pleurer. Maradva a kolozsvári Király utcán, elindulunk a református püspökségre, hogy a két unoka tiszteletét tegye a nagyapánál. Effectivement, quand moi personnellement quand j'ai lu le livre, j'ai dit mais c'est exactement ce que j'aurais dit. Ou ah, c'était un terrain connu. Donc je pense que ma mère a dû très bien nous parler dans ce sens. Dans ce sens. Mais moi, je vais vous dire, c'est une grande humilité aussi, c'est-à-dire on n'est pas les descendants un peu orgueilleux, vous voyez, snobs, comme on peut en voir beaucoup en France, très imbus d'eux-mêmes, qui sont dans des clubs fermés, vous voyez, c'est pas ça, c'est pas ça. Itt Kolozsváron volt Nicolette műveinek első közép-európai kiállítása. Azóta az Illúzió és tükröződés című tárlat több tucat helyszínt bejárt a régióban. Nicolette műveit az Egyesült Államokban neves galériák gyűjtik és állítják ki. Egyedülálló eseményre hívtak meg. 70 évvel a kastély felégetése és kifosztása után az egész Banffy família, Katalint kivéve, együtt ünnepel a boncidai kastély udvarán. Mi más hozta volna őket össze, mint a művészet? Nous sommes ici parce que le New York Choral Society va finir son voyage d'Europe centrale par un concert ce soir. Et nous sommes ravis d'être là avec eux et de leur montrer ce bel endroit. Oui, c'est le mot qui voudrait dire home, à la maison. Nicolette Banffy Ellen, the granddaughter of Banffy Miklós, to say a few words. Thank you. I would like to thank all the members. Nicolette és Elizabeth testvére David 40 éves korában elhunyt. A két lánynak összesen három fia született, a Banffy vér a dédunokákban sem vált vízzé. Cédricet, Nicolette és Adriant arról kérdezem, hogy mit jelent nekik a Banffy név, és mivel szeretnének foglalkozni. Mon rêve c'est d'être administrateur d'opéra, et ça c'est ce que je veux faire quand je suis un peu plus vieux et quand je suis un peu plus établi. De pouvoir financer et participer à des projets plus créatifs, que ce soit des films ou une série télévisée qui serait basée par exemple sur le roman de Miklós Banffy. D'un jour revoir le château Bonsida se faire restaurer, de ramener le bon nom de Banffy à cette ville et que les gens pensent du nom Banffy de la même manière qu'ils faisaient il y a un siècle. Saigner le hongrois et nous l'avons appris malgré nous. Találkozásunk végén Elizabeth megígéri, hogy legközelebb magyarul ad interjút. A helyszín másfél évvel később Párizs. Elizabethhez indulok. A találkozóra Szebeni Zsuzsa kísérel, aki Banffy Miklós az író és a művész életművének kutatója. Párizs különleges szerepet játszott a gróf életében, remélte, hogy egyszer ő lehet Magyarország francia nagykövete. Szeretett volna itt élni. Az unokája teljesítette be az álmát. Ça c'est ma mère. Et je crois que cette photo elle l'a envoyée à son père Miklós, il était encore vivant. Je pense que j'ai hérité de lui le dessin. Moi, je suis architecte d'intérieur. La façon de voir aussi les choses, un peu de façon caricaturale, quelquefois des situations, aussi des situations humaines. J'aime beaucoup les gens, je suis très compassionnelle. Je pense qu'il devait l'être, je le vois dans son œuvre. Qu'est-ce que j'ai hérité? Les langues. Le talent des langues, bon, c'est vrai que c'est de famille, mais lui aussi était ministre des Affaires étrangères, il parlait beaucoup de langues. J'ai l'impression que j'ai toujours su le hongrois,
parce que mes parents se parlaient entre eux, avec Aranka, ma grand-mère, mon père et ma mère, ils se parlaient tous les trois en hongrois, puisque mon père avait une mère hongroise. Donc les adultes parlaient hongrois, et moi, à 8 ans, j'avais l'impression que je comprenais. Les parents ne s'adressaient pas à nous en hongrois parce qu'ils voulaient absolument qu'on s'intègre, qu'on parle l'américain, le français. Ils ne voulaient pas qu'on fasse bande à part avec le hongrois. Ce qui est, bon, je trouve dommage, mais bon. Miért kezdett el megtanulni magyarul két évvel ezelőtt? Mert szeretném elolvasni a nagyapám műveit, amelyeket nem fordítottak le, sem angolra, sem franciára, és mert szerettek magyarokkal beszélgetni. Elizabeth a családi fotókról magyarul mesél. Aranka sokat sétált velünk, mentünk sétálni. Nicolette? Nem, Nicolette, én, Aranka és mama. Marokkóban ez is. Marokkóban, igen. De még a sétákon is nagyon elegáns volt Aranka, mindig. A könyvtáráról már angolul. I have all these are the translations. We have English, we have French, Spanish, German, Chinese, Dutch from Holland. We have Italian. This is a very beautiful edition, an American edition. So I have the old one, the original, yes, that is full of flames that were passed and burned, that my mother took back from Hungary. Mi a Banffy könyvek sikerének titka? Szebeni Zsuzsa szerint az egyedi stílus kulcsa az, hogy Banffy Miklós festőből lett író. Számomra ami miatt különleges, hogy ugyanolyan színesen, érdekesen, látványosan írt, mint ahogyan rajzolt. Tehát nagyon képszerűek a leírásai, ami számomra nagyon fontos, és nyilván ez megnyilvánult a képzőművészeti tehetségében is. Ugye nagyon sokan Tolsztoyhoz hasonlítják, ez szerinted helyén való? Mindenképpen, de rajta kívül azt hiszem, hogy például Musilt is megemlíthetjük, meg nagyon sok mindenki más. Tehát azt gondolom, hogy a tolsztoyi párhuzamon kívül sok mindenkivel rokoníthatjuk a munkásságát, de mégiscsak egy külön egyéniség, ő egy igazi Banffy. Itt vagyunk Párizs belvárosában, a kelet-európai könyvek egyik legfőbb lelőhelyénél, a lengyel könyvesboltnál. Most megnézzük, hogy itt kaphatók-e Gróf Banffy Miklós könyvei. A könyvesbolt hátsó szegletében vannak a Banffy Miklós könyvek. Nagyon kedvesen útba igazított az eladó hölgy, de nem szeretett volna nyilatkozni. Azt mondta, hogy keresik Banffy könyveit. Úgy látszik, igaza van azoknak, akik szerint nincsenek véletlenek, és a világot a sorsszerűség irányítja. Hiszen ha Banffy Katalin megtanítja magyarul a gyermekeit, akkor talán soha nem fordítja le angolra az erdélyi történetet, és akkor nem készül belőle tucatnyi egyéb nyelvű fordítás. És akkor nem szeret bele a trilógiába egy walesi forgatókönyvíró, aki mindenáron meg szeretné filmesíteni Banffy Miklós főművét. It's very much like, a comparison might be Pasternak, you know, Dr. Zhivago. It's a big sweeping story. There are conversations with the leading broadcasters in the UK. They're all aware of it. There's a lot of interest because it is a beautiful story and the scripts just read beautifully. You know, it's a very exciting project. British people know, part of the reason for the Brexit vote is that they really know nothing about Central Europe, about the history of Hungary and Romania and the countries around Austria even. And certainly it's not been produced in the English language before. The English language, though, gives us the opportunity to market the film all over the world. You know, Downton Abbey and the shows that preceded it have created a market in over 200 territories, 200 million people worldwide. And that's our objective for this story. We want to have it shown everywhere, not just in the UK and US and Hungary.